egy terepszemle jellegű volt az elmúlt 5 napban a kutatás, amelyen részt vettek az Újvidéki Egyetem magyar tannyelvű tanítóképzőkar hallgatói, a Szegedi Tudományegyetem néprajz szakos hallgatói, valamint a Vajdasági Magyar Művelődési Intézet munkatársai. A kutatás célja, hogy egyrészt a helyiek, másrészt pedig a vajdasági közösség, illetve az anyaország figyelmét is fölhívjuk azokra a kincsekre, amelyek bizonyos értelemben sokáig a világ végének tekintett területen is megtalálhatók, legyenek azok természeti kincsek, vagy kulturális kincsek. Az értékfeltáró kutatás 10 tagú csoportja arra kereste a választ, hogy melyek azok a természeti kincsek, valamint kulturális értékek, amelyeket a helybeliek fontosnak tartanak. Nagyon jó eredményeket sikerült, számos olyan területet sikerült feltárni a kutatásra, amelyekkel eddig nem foglalkoztunk, vagy kevesebb idő és figyelem fordult feléjük. Így a továbbiakban igyekszünk ezeket tovább dolgozni, kutatni, és megfelelő információkkal és forrásokkal ellátni, hogy megállhassa a helyét mindenféle tudományos körökben. A záró konferencián bemutatták az egyetemi hallgatók kutatásainak eredményeit, és röviden beszámoltak az előző 5 nap eseményeiről. Ezekről a falvakról azt tudni kell, hogy sajnos az elmúlt 100 évben mindig egy kicsit, vagy van, amikor többet is ugye rossz helyzetben voltak, és az volt valójában az elképzelésünk, a célunk, hogy azokat az értékeket, amelyek erre a vidékre jellemzőek, összeírjuk, és nyilván publikáljuk, illetve hát idővel közkincsét tegyük. Az értékfeltáró kutatást Rábén, Oroszlámoson, Egyházaskéren és Törökkanizsán végezték el.